Indulunk a Zumbrai ház selyemgyárat érintve, természetesen Dunapart és selyeme gyári rész, végig a Kossuth Lajos utcán, az Árpád utca sarokig, az Árpád utca saroktól a Hősök teréig. Amiről szó van, az a Tolnai Értéktár Bizottságnak legújabban felvett darabja, egy képeslap gyűjtemény, mely a város majd 120 éves történetének egy-egy darabját hordozza magán. A Tolnai Értéktár Bizottság 2014 óta gyűjti Lajstromba a város épített kulturális és természeti értékeit. Az első között csatlakoztunk ehhez a kedvezményezéshez, és igen, minden évben az önkormányzat foglalkozik azzal, hogy mit végezett a bizottság, mi került be az értéktárba. Ebben az évben is foglalkoztak vele, külön megköszönték a bizottságnak, hogy egyáltalán ezzel foglalkozunk, ilyen szinten foglalkozunk, követik a munka folyamatokat. Tegnapi nappal 50 anyagot tudtunk behozni az értéktárba, ebből 24 van megyei értéktárba. Az jó részt mondjuk az építészeti, az épített örökségek, szobrok, templomok, vagy olyan, hogy mezőgazdasági csilicsepp, vagy olyan, hogy Dunapart, tehát gyakorlatilag a legtöbb olyan, illetve van egy tolnai kumunk is, a kékfestők, úgyhogy itt tartunk most jelen pillanatban, és van még kettő. Most egy előkészített Wasinski mór feldolgozás érkezett, ezt tegnap kaptuk, és van egy Gottwald Károly fotó sorozatos vagy fotómunkássága, ami még majd feldolgozás alatt van. Az Értéktár Bizottság munkájának sikere abban is mérhető, hogy ma már a tolnaiak jelentkeznek ötleteikkel, vagy összegyűjtött anyagaikkal. Ebbe az évbe 7 az, amit most felvettünk erre az évre, és van, amit még most már vagy még az idén, vagy csúszik januárra, de volt olyan év, amikor csak egyetlen egy anyagot tudtunk bevinni, ez nagyon változó attól is, hogy mekkora az anyag, amit fel kell dolgozni. Nagyon függ attól is, hogy hány ember foglalkozik vele, mert ugyan azt mondjuk, hogy egy ember viszi be, de az általában mindig csapatmunka. Ott mindig nagyon-nagyon sok mindenből tevődik össze, a kutatástól, a feldolgozásig, a minden anyag összeszedésétől, úgyhogy általában ezek a csapatmunkák, és függ attól, hogy mekkora az az anyag. Például a textilgyár az egy több hónapot, szinte egy évet ölelt fel. Hát nagyon sok olyan van, hogy most már jön és kapunk kész anyagot, és nagyon sokszor van az, hogy keresni kell, vagy kutatjuk, vagy kérjük a segítséget. Mindig kérjük mindenki segítségét, aki tud valamit hozzátenni, és akkor arra rálépünk és összehozzuk. A most felvett érték gyakorlatilag egy online képeslap katalógus. Régen egy képeslap üzenetet közvetített. Meg lehetett határozni a korát, hiszen küldték valakinek bármilyen eseményre, bármilyen tájképeket hozták be. 1900-tól 2006-ig vannak fotók vagy képeslapok ebben az albumban. Válaszok mentek rá, természetesen a személyes részeket levágtuk, mert hát azért arra vigyáztunk, hogy ne kerüljenek be az albumba, de nagyon jól be lehetett határolni a korát, hogy honnan, hova ment, mekkora utat járt be az a képeslap. Azon kívül akár a ma emberének, hogy rácsodálkozunk, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt ez az épület, ez az utca, ez a tér, mennyit változott. Többször átépítették, most milyen, és milyen volt 100 éve. Tehát nekünk is nagyon sok itt élőknek, akik tolnaiak, sokat jelent, de ha azt vesszük, hogy valaki, aki ezt a kezébe fogja, megnézi csak pusztán érdeklődésből, az is láthatja, hogy most, ahol elment, ott mit látott, vagy mi volt az régen, milyen üzenetet közvetíthetett, hogyan éltek az emberek, milyen munkásságuk volt, azért egy kis gondolkodtatásra készteti az embereket. A gyűjtemény jelenleg még csak a világhálón tekinthető meg oly módon, hogy az adott képeslaphoz fűződő információk is elolvashatók. A gyűjtemény nem marad virtuális, hiszen film, CD-lemez és anyagiak függvényében rövidesen kiadvány is készül majd a tolnaiak képeslapjaiból.